Válj a rajzolás mesterévé! Ezzel a könyvvel napi 15 perc gyakorlással egy hónap alatt úgy tanulsz meg rajzolni, hogy közben még élvezni is fogod. A könyv az három pillérre épül. Az első a látásmód. Megtanulod, hogy hogyan néz, mire figyelj, mire koncentrálj rajzolás közben. Megtanulsz a művész szemével látni. A második az előrajzolás. Megtanulod azt, hogy hogyan rajzold elő a képet úgy, hogy az arányok nem ásszanak el. A harmadik pedig a tónusozás, az árnyékolás. Megismersz három árnyékolási technikát, a satírozást, az elmosást és a vonalas árnyékolás technikáját. Mitől olyan különleges ez a könyv? 14 éve tanítunk rajzolást és festést, és azt látjuk, hogy a legnagyobb kihívást az azt jelenti, hogy eldöntsük, hogy mi az, amit rajzoljunk elő vonalasan, és mi az, amit csak árnyékolással jelenítsünk meg. Tanfolyamainkon beszélünk arról, hogy tónusozás előtt rajzolj tónus térképet, vagy hajrajzolás előtt rajzolj hajtincs térképet, és mindig ez a legnagyobb probléma. Az a jó hírünk, hogy ebben a könyvben számos előrajzolt formát, hajat, portrét, szemet találsz, amit neked csak ki kell tónusozni, mi már megrajzoltuk neked előre. A könyvben rajzpapírokat találsz, vastag rajzpapírokat, így bátran rajzolhatsz bele. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én mindig a könyv hátulján kezdem az olvasást. Ebben a könyvben is a legutolsó feladat az, hogy rajzold meg ezt a portrét a vonalas árnyékolás technikájával. És látod, az előrajzolással már nem kell bajlódnod, hiszen ezt megcsináltuk helyetted, így tényleg csak a tónusozásra, a színezésre kell figyelned. De természetesen megcsinálhatod ezt a rajzot teljesen önállóan is, így csak a tengelyek megrajzolásában adtunk segítséget. Ebben a könyvben számos ilyen mintát találsz, ahol előrajzoltuk neked a képet, és csak a tónusozást tudod gyakorolni. Találsz benne portrérajzokat, hajrajzokat, orrajzolást, szemrajzolást, tónusgyakorlatokat, negatív és pozitív tereket tudod elsajátítani. Vonalas rajzokra mutatunk útmutatót. Rávezető gyakorlatokat találsz a könyv legelején. Beszélünk a látásmódról, hogy mire kell figyelni rajzolás közben, és látod, a rajzolás öt alapkészségétől indulunk, és egészen eljutsz odáig, hogy a végén megtanulsz portrét rajzolni. Látod, elmélet és sok-sok gyakorlat mind egy könyvben. Gyere és tanulj velünk rajzolni, rendeld meg a könyvet még ma!